Napsütés, eső, éjjel hideg, nappal meleg, szeszélyes időjárást tapasztalhattunk az elmúlt időszakban, a hirtelen változás pedig megviselheti az emberi szervezetet. Az általunk megkérdezett pécsiek is tapasztalnak tüneteket, ha drasztikus hőmérséklet ingadozás vagy fronthatás várható. A fáradtság. De hát annyira hideg éjjel, mert nem mászkál, mint ugye ott hol van, de nappal ez a hirtelen meleg, ez ilyen fáradtságot, fejfájást okoz. Legalábbis nekem, aztán mindenki még másképp van. Engem nem visel meg, én tök egészséges vagyok. És a frontok? Nem fáj a feje? De, az igen. Az tehát nem. Az az egy, de egyébként minden rendben. Az üzületeim, fejem fáj. Ilyen problémáim vannak. Álmos vagyok nagyon. És ön szerint el fog múlni, hogyha ez az áprilisi időjárás elmúlik? Hát biztos, hogy elmúlik, mert én csak öregségemre jött elő. Eddig ilyen nem volt. Szakembert kérdeztünk a témában. Dr. Princ János elmondta, milyen tünetek jellemzőek és kiket érint leginkább. Általában az idős vagy beteg szervezetet megviseli ez a hirtelen időjárás és hőmérséklet változás. Hát néha még az egészséges embereknél is fáradtságérzetet válthat ki, de hát akik valamilyen betegséggel küszködnek, azok a betegségeknek a fellángolása várható ettől a nagy hőingadozástól, ami van esetleg a reggeli fagy, illetve a délutáni esetleg 15-20 fokos hőmérséklet különbség miatt, illetve hát itt az egyik napról másikra változó szinte évszaknyi időjárás változás miatt. Ezt mondom főleg a krónikus betegeket, betegséggel küszködők, itt elsősorban a szívérrendszeri problémákkal küzdőket érinti a leginkább kellemetlenül. Bár vannak általánosan jellemző tünetek az időjárás hirtelen változásakor, minden embernél más-más szimptóma jelentkezhet. Elég változatos, tehát a betegségüktől függő, de általában vérnyomás ingadozással, zömében emelkedéssel jár, a szívpanaszok esetleg fokozódhatnak, asztmás roham váltódhat ki az időjárás következtében is. A háziorvos stábunknak elmondta, mostanában igen sok a felső légúti megbetegedések száma is, ami ebben az időszakban általában nem jellemző. Eléggé elhúzódik ez a járványos dolog, részben a COVID is még jelen van, illetve hát influenza-szerű vagy influenzás betegségek is még előfordulnak, holott ez azért inkább más, a korábbi években, január-februárban szokott lezajlani, de sajnos egy picit most elhúzódóbb a dolog, illetve elég sok ilyen felső légúti megfázás jelleg problémával is találkozunk a betegek részéről. Ezt is okozhatja ez az időjárás, tehát, hogy reggel még hűvös van, esetleg nem öltöznek föl megfelelően, délután pedig hát meleg van, tehát ajánlatos ilyenkor, úgy, ahogy szokták mondani, rétegesen öltözködni, hogy ha melegünk van, legyen mindig mit letenni, ugyanakkor fordítva este fele, ha már hűl a levegő, akkor valamit esetleg magunkra kapni, mert így sokkal könnyebben megkövetkezhetnek ezek a megfázásos, meghűléses felső légúti betegségek. Fontos tehát a megelőzés. A doktor által említett réteges öltözködés mellett pedig a vitaminok pótlása is nagy mértékben hozzájárul egészségünk megőrzéséhez.